Tehát a témával kapcsolatban a vendégünk Soltész Miklós, szociális államtitkár. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. No, államtitkár úr, hát mit szól a kritikákhoz? Tehát egyik fontos üzenete általában a segélyeknek, támogatásoknak az nyújtásához, hogy próbáljuk valamihez kötni is. Tehát ilyen volt az iskolába járási, iskoláztatási támogatás, hogy ha valaki 50 óránál többet hiányzik az iskolából igazolatlanul, akkor ott egy ideig felfüggesztettük, most volt egy másfél év, amíg ennek a rendszerbe bele lehetett tanulni, és most már véglegesen felfüggesztjük annál, aki lóg, és ennek egyébként meg is lett az eredménye, hiszen 20 000-rel kevesebben vannak olyanok, akik rendszeresen hiányoznak igazolatlanul az iskolából. És azt árulja el, államtitkár úr, hogy nem érzik azt nagyon sokan most Magyarországon, hogy ez az intézkedés, ez igazságtalan. Már abból a szempontból, hogyha már van egy olyan fogalom, hogy segély, hát akkor azt az ember vagy a családok hadd költsék már arra, amire szeretnék. Önök most gyakorlatilag meglehetősen leszűkítik azoknak a termékeknek a körét, amire ugye ezt a segélyt az Erzsébet utalványon keresztül majd költeni lehet, hiszen itt készételekre lehet ezeket majd csak elkölteni. Hát szeretnék azért két dolgot pontosítani. Egyik a rendszeres szociális segély, aminek a lehetőségét eddig is sok polgármester, illetve sok önkormányzat megpróbálta különböző módon természetben adni. És azt hiszem, ez természetes, hogy a társadalom kitalálja azt, vagy úgy gondolja, hogy természetben is adható segítség. És egyébként azt a szabályt hoztuk be, hogy a rendszeres szociális segélynél az önkormányzatok dönthetnek arról, hogy maximum 10 000 forint fölötti rész, és annak is maximum 5 000 forintnyi összegét adja Erzsébet utalványban, az összes többit készpénzbe. És van, bocsánat, egy másik terület is, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Közel 600 000 gyermek kap ilyen támogatást, és három rész részben áll ez a támogatás. Egyik része maga az ingyenes étkeztetés, ami eddig is végül is étkeztetési formában nem készpénzbe kapták meg. Másik az ingyenes tankönyv, és a harmadik pedig az iskola a kezdéskor szeptemberben, illetve novemberben 2500-800 forintnak a kifizetése. Ennek a kifizetése kezdődik egyébként novemberben, ezen túl most már Erzsébet utalványban, jövő évtől kezdve pedig szeptembertől is már. Államtitkár úr, de azt árulja el nekem, hogy magának az intézkedésnek a valós oka, a valódi oka egészen pontosan mi. Mert ennek az intézkedésnek például szerintem nagyon sok ember szerint az az üzenete, vagy mint hogy önök azt sugalnák, hogy hát azért adjuk önöknek ezt a segélyt, vagy a segélynek egy részét mondjuk Erzsébet utalványban, mert mi úgy tudjuk, vagy azt érezzük, hogy nem arra költik, nem arra fordítják, amire egyébként fordítani kellene. Hát sajnos ilyen tapasztalatok voltak, és ezt a tapasztalatot nyilván fel kell dolgozni, nyilván fel kell mérni, hogy mi az a legcélzottabb dolog, ami valóban a gyermeknek, valóban a fiatalnak a gyermekneveléshez kapcsolódik. És azt pedig a közösség, adott esetben a kormány is eldöntheti, hogy most ezt készpénzbe adja oda, vagy nem. Azért is szeretném jelezni, hogy mindazok a szervezetek, akik tiltakoznak, elfelejtik hozzátenni, hogy mondjuk a családi pótlék az továbbra is, a gyes továbbra is készpénzbe érkezik. Tehát a pénzeknek a nagy része az készpénzbe érkezik, de a támogatás egy bizonyos része és kevésbé nagyobb része az igenis természetbeni juttatásként is érkezhet, hiszen mondjuk az Erzsébet utalvány, amit átadunk, úgyis élelmiszert fognak vásárolni, másra úgyse nagyon költheti, és azt kell mondanom, hogy ez úgyis szükséges minden családnál. Arról már nem is beszélve egyébként az Erzsébet utalványnak most nem ennek a részének a használ, hanem általában az egész bevezetését követően, amit eddig egyébként külföldiek elvittek Magyarországról, számításaink és felméréseink szerint közel 10 milliárd forintot évente, ezt visszaforgatjuk szociális területre, szociális üdültetésre, akár ide a Balatonhoz is egyébként közel 50 000-en jöhettek így az Erzsébet utalványnak a hasznából nyaralni, táborozni, és azt gondolom, hogy ez mindenkinek jó. Menjünk át egy másik nagyon fontos témára, államtitkár úr, méghozzá a rokkanyugdíjasok felülvizsgálat. Tehát azt hiszem, hogy itt is kiverték a biztosítékot, legalábbis ez mind kicsoda. Az éppen most folytattam volna, legalábbis az MSZP részéről, hogy önök kiverték ugye a biztosítékot ezzel, hogy felülvizsgáltatnának mindenkit. Ugye ezzel kapcsolatban, ha jól emlékszem, éppen Kóros Lajos tartott nem akármilyen sajtótájékoztatót. Például az ő állásfoglalásukat vagy véleményüket el tudja a kormány fogadni?
Én azt gondolom, hogy Kóros Lajos, ha ilyen időjárás lett volna, mint most, akkor nem mondott volna olyat, hogy Mengelihez hasonlítja azokat az orvosokat, akik felmérik egyébként azokat az embereket, akiknek eddig is volt soros felülvizsgálatuk. Most egy olyan vizsgálati szakaszba érkezett a vizsgálat, ami egy komplex felülvizsgálatot jelent, aminek az a lényeg, hogy nem csak orvosi, hanem szociális és munkaügyi szempontból is felülvizsgálják az embereket. Egyébként ez 2008-ban pont a szocialisták kezdték el, de most ilyen szempontból ez mindegy. A felmérések azt bizonyítják, és a statisztikák azt bizonyítják, hogy az eddigi 21 ezer felülvizsgált emberből semmivel sem szigorúbb a rendszer, sőt azt mondom, hogy 0,5%-kal még többen is kaptak súlyosabb minősítést, sőt azt kell mondani, hogy 0,5%-kal többen is kaptak, kevesebben kaptak olyan minősítést, hogy egyáltalán nem kerültek be a rendszerbe. A felülvizsgált... Igen, bocsánat, ilyenek. Csak ami a fontos, és ez a társadalom szempontjából nagyon fontos, mert itt azért adófizetőkről is beszélünk, akik fenntartják ezt a rendszert, hogy mindazok, akik nem odaillőek ebbe a rendszerbe, azoknak egy jó része már előtte kiesett, hiszen vagy 3000, azért, mert 3000-en nem is jelentkeztek vissza a felülvizsgálatokra, vagy pedig a legújabb vizsgálatokra, amik valakinek az életében változás történik, és úgy gondolta, hogy leszázalékoltatja magát, 10000-re, 12000-re kevesebben jelent a tavalyi évben, és ez azt gondolom, hogy igenis egy nagy eredmény, hiszen pontosan azért kell ezt meglépnünk, hogy mindaz, aki rászorult, mint az, aki fogyatékossággal él, azok valóban megkapják a támogatást, és ez a fő cél. Még lenne egy terület, államtitkár úr, amiről mindenféleképpen szeretném önt kérdezni, hogy miközben Magyarországon nagyon sok család, szülő panaszkodik arról, hogy nincsenek óvodai férőhelyek, nincsenek bölcsödei férőhelyek. Önök most nagyon büszkék arra, hogy például a bölcsödék helyzetével kapcsolatban egy integrált rendszert alakította ki, amiben ugye a speciális neveltetést igénylő gyerekeknek az ellátását meg tudják oldani. Nem tudom, erről esetleg egy néhány gondolatot mondanak. Ez eddig is volt, csak itt nyilván az a lényeg, hogy a bölcsödei férőhelyek számának a növelésével, amit egyébként most közel 1500-al növelünk a következő hónapokban, illetve években. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy mindazok a gyermekek, akik fogyatékossággal élnek, fogyatékossággal születnek, azok bekerüljenek az integrált bölcsödékbe, és nyilván így kell kialakítani most már a bölcsödéket. Minden mellett pedig azt kell mondanom, hogy az új Széchenyi terven keresztül több mint 1,5 milliárd forinttal fogjuk támogatni a korai fejlesztést, ami a legfontosabb talán azoknak a szülőknek, és hát persze a kisgyermekeknek, csecsemőknek, akik hát így születnek, és nem mindegy, hogy a korai fejlesztés milyen mélységű, milyen ellátású, mert ezzel az életük nagymértékben javulhat. Államtitkár úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta meg. Én is köszönöm a lehetőséget. Köszönöm.